civilek a gazdasági kapcsolatok szélesítéséért. Sikeres esztendőt zárt a Magyar-Afrika Társaság. Korszerűsítették a Szerencsi mentőállomást. A fejlesztési projekt során kicserélték a nyílászárókat, megújult a kazán és korszerűsítették a közösségi helyiségeket. Síelőknek kedvezett az időjárás Kékestetőn. A síoktató központ rengeteg lehetőséget nyújt a téli sportok kedvelőinek. Épül a kerékpárút Toka és Tarcal között. A turizmus fellendülése érdekében kerékpárút hálózat kialakítását tervezik. Tisztelt nézőink! A Globo Televízió heti közéleti magazin műsorát látják. Televízió stúdiójából köszönti Önöket Csizmadia, Havasi Anna. Üdvözlöm a Globo Televízió nézőit! A Magyar-Afrika Társaság testvér szervezeteivel, a Magyar-Ázsia Társaság, a Latin-Amerikai Magyar Egyesülettel, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központtal közösen január 13-án látta vendégül újévköszöntő fogadáson a Budapesti Hadtörténeti Múzeumban Balog Sándor, a Magyar-Afrika Társaság elnöke, a diplomatákat, üzleti partnereit, közéleti személyeket, az orvosi misszió tagjait, a civil szervezetek munkáját segítő önkénteseket. Az eseményen elhangzott, hogy a Magyar-Afrika Társaság sikeres 2015-ös évet zárt. A Budapesti Hadtörténeti Múzeum aulájának bejáratánál a meghívott vendégeket Balog Sándor és felesége, valamint Csillik Dilara, a Magyar-Ázsia Társaság elnöke kézfogással üdvözölte, akik ezután egy frissítő ital mellett beszélgettek, ismerkedtek. Kembe Szorel Artúr köszöntötte a jelenlévőket és örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számmal részt vesznek az újévi fogadáson. Ezután a házigazda Balog Sándor lépett a mikrofonhoz, aki kiemelte azt, hogy a Magyar-Afrika Társaság sikerekben, elismerésekben gazdag 2015-ös esztendőt tudhat maga mögött. Az elnök a kiemelt jelentőségű események között említette az afrikai orvosi missziókat, a Kampalai Egészségügyi Központ kialakítását, valamint a Magyarországról Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter által vezetett Ugandába utazó üzleti delegációt, ami a gazdasági kapcsolatok szélesítését szolgálta. Az AHU-nak egy sikeres éve volt 2015, hosszú idő után 3 orvosi missziót is tudtunk küldeni, ebben 9 doktor, magyar orvos, több mint 11 ezer beteget gyógyított meg Ugandában és Malaviban. Nagyon büszkék vagyunk erre a teljesítményre, hisz volt azért olyan év, amikor egyetlen missziót sem tudtunk indítani. A másik büszkeségünk, hogy 149 iskolást tudtunk idén újra támogatásba vonni, és Afrika szerte, bár ez kicsi számnak tűnik, de mégis fontos szám a mi életünkben mindenképpen, hogy elvisszük a tudást, elvisszük a tanulást oda, ahova sokkal később vagy nélkülünk esetleg talán soha nem érne el. A harmadik ilyen büszkeségünk maga pont az az ugandai üzleti misszió, amit dr. Seszták Miklós miniszter úr vezetésével egy külön géppel 80 üzletembert tudtunk 5 napra Ugandába csábítani, ahol megismerhették, hogy Afrika nem az a szörnyű kontinens, Afrika nem az a sztereotíp, háborúktól terhelt, éhező és beteg kontinens, hanem Afrika a jövő kontinense. Talán ez egyik legnagyobb büszkeségük is. A kormány által meghirdetett déli nyitás politika az továbbra is azt gondoljuk hitelesíti a Magyar-Afrika Társaság korábbi kommunikációját, miszerint Afrikába érdemes elmenni. Erre büszkék vagyok. Afrikát rendbe kell tenni a világnak, nem lehetnek háborúk, nem lehetnek problémák, a befektetéseket meg kell tudni őrizni, nem lehet elkonfiskálni. Ennek a folyamatát látjuk most, ezért olyan kifejezetten és kiemelten forrongó Afrika. Én azt gondolom, egy évtizeden belül egy békés, urbanizálódott és kedves Afrikát fogunk látni, és szükség van az afrikaiak pénzére, de azért az afrikaiakat előtte fel is kell stafírozni, ki is kell stafírozni pénzzel, ez pedig csak úgy lehet, ha az ásványkincseikből ők maguk is tovább részesednek, és még nagyobb mértékben. A tavalyi év sikerei után 2016-ban is komoly célokat tűztek ki. A tervek között szerepel egy magyar iskolai hálózat kialakítása Afrika országaiban.
2016-ban egy új programot szeretnénk indítani, ami 2015-ben még nem létezett. Ez pedig egy magyar iskola hálózatot álmodtunk meg, hisz miért csak angol, osztrák vagy francia iskolák vannak a globus szerte, miért csak ezeknek az oktatási rendszere terjed el, hisz a magyar tudásbázis elismerte jó, hisz rengeteg Nobel-díjasunk van, rengeteg ismert ember van a világon, aki magyar származású. Erre a tudásbázisra építve mi úgy gondoljuk, hogy miért ne lehetnének az afrikai országokban, főként azokban, ahol már jelen vagyunk, miért ne lehetnének magyar iskolák? Miért ne lehet ennek a magyar iskoláknak akár a specialitása a sporttal való foglalkozás? Most ebbe álltunk bele, ezt próbáljuk majd elterjeszteni. Hiszünk abban, hogy Magyarország hírnevét vissza lehet az afrikai kontinensen állítani. Hiszünk abban, hogy Magyarország újra híres lesz. És hiszünk abban, hogy ez a jövőben nem csak nekünk mutat utat, hanem az ország többi üzletemberének, az ország többi emberének is. A valóságsóhős és a romantik frontembere is támogatta a Kampalai Egészségügyi Központ megépítését, hiszen fontosnak érezte azt, hogy segítse a fekete kontinensen élő, hátrányos helyzetűek korszerű orvosi ellátását. Ez nagyon rég volt, 1998-ban ismerkedtünk meg. Az ő lelkéről szeretnék beszélni. Nincs még Magyarországon egy ilyen ember, akinek ilyen lelke van, és ilyen szeretet van a lelkében is, egy ilyen... Nem lehet elmondani, de leírni se lehet. Én már többször voltam náluk, többször dolgoztunk együtt, a szeretet az ott van nála. És én imádom őt, és az, hogy egy ilyen téglajegyet, illetve ilyen téglát kaphattam, számomra ez egy csúcs, számomra ez egy fantasztikus élmény, és nagyon nagy örömmel megyek haza. Ez számomra nem csak egy papír és egy tégla, hanem ez egy gyémánt, amivel ma hazamegyek. Én megmondom őszintén, mint a személyemmel, mint azzal, hogy gyűjtöttem, mint azzal, ami nekem van anyagilag, amit megengedhettem, mint azzal, hogy segítettem dolgokban neki kijutni. Ezt így összefoglalva mindennel. Nem az, hogy most én itt a nevemet adtam hozzá, nem. Nem adtam a nevemet hozzá, nem is volt sajtóba, tévébe, de nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon örülök ennek az egésznek, mert egy olyan kórházat segítettünk, ahol gyógyulni fognak az emberek, és a kisebbség fog gyógyulni. Szeretem a kisebbséget, és az afrikaiak a legjobb emberek. Én végigforgattam egész Afrikát, és egy fantasztikus érzés volt. És hogyha egy kisebbséggel segíthetünk, már megérte. Gáspár Győző annyira örült az elismerésnek, hogy a segítségért kapott tégla, valamint oklevél, a büszkeségei többek között a romantik aranylemez mellé kerül a polcára. Ez egyértelműen a romantik aranylemez, romantik platina, a Győzike évtv2 felfedezettje, a Győzike RTL-es díjai mellé fog kerülni. Egyértelmű. A Magyar Ázsia Társaság kiemelt céljai között szerepel a kultúrájuk, nemzeti táncuk megismertetése a világban és hazánkban, valamint fontos feladatuknak tekintik azt, hogy a török-szír határon élő menekülteknek a Magyar-Afrika Társasággal köröltve segélyszállítmányokat juttassanak el. Magyar Ázsiai Társaság már 4 éve létezik. Mi foglalkozunk a kultúrával, humanitárius ügyekkel és üzlettel is, mert kultúra nem tud létezni pénz nélkül. A üzleti ügyekkel a HTCC, ez a Hungarian Training Cultural Center foglalkozik, és Ázsiában már 3 helyen meg vannak nyitva. Balogh Sándor ma több mint 7 éve ismerem, Afrikában találkoztunk, Nigériában, Kongóban, és most nagyon sokat teszünk azért, hogy a magyar emberek megismerjék ázsiai kultúrát, és próbálunk segíteni az ázsiai menekülteknek, mert most ez nagyon-nagyon aktuális. Tavaly voltunk Kurdisztánban, voltunk török-szíriai határon, és vittünk humanitárius segélyeket. Mi mindig kimegyünk a helyszínre, és ott megkérdezünk, hogy mire van szükség, mert vinni az nagyon sok kiló lenne, és akkor ott a helyszínen bevásárolunk, általában ezek gyógyszerek, melegtakarók, és amire van szükségünk. Például a török-szíriai határon nagyon sok gyógyszere volt szükség, és a tápanyagra, mert a anyáknak nem volt tejük. És legegyszerűbb gyógyszerek is hiányoztak. A fájdalomcsillapító, lázcsillapító, és ezzel próbálunk segíteni.
A jeruzsálemi Szent Lázár katonai és kórházi lovagrend nagyperjel asszonya Nyári Éva a segítő munkájáért díszes oklevelet adományozott Balogh Sándornak. Az elnök segíti az elesetteket Afrikában és Magyarországon egyaránt. Példaértékű kitartása, akarata és hite van. Balogh Sándor úrral nagyon régóta, nagyon szoros kapcsolatunk van. Ők már 4-5 éve a lovagrendünk tagjai. Sőt, nem csak ő, hanem a vezetőség 5 tagja, többek között a Kisvárdai Tibor is. Nagyon sok adományt szállítottak ők az afrikai térségbe, tehát iskoláknak, gyerekeknek és szegény embereknek. Volt korábban a Bamako rally, 2 évvel ezelőtt, akkor kísérte egy Lazarus kocsi, ahol többek között az én lányom is bent ült, és ők osztották ki a sok adományt. Ez egy 12 tonnás nagy kamion volt, megrakodva iskolai tanszerekkel, kórházaknak különböző adományokat vittünk, iskoláknak, és nagyon sok szegény gyerek kapott ezekből az adományokból. Balogh Sándor úr kapta ezt a díszes oklevelet, melyen rajta van a királyi család aranybélyegzője is, Don Carlos Gereda hercegné és a Supreme Council vezető tagjai. Ő elküldte és kérte, hogy adjam át üdvözletemet, és gratulált a karitatív munkájához. Az újévi fogadásra a szervezők elhozták a meghívott vendégeknek Afrikát. A produkció keretében ízelítőt kaphattunk Abdallah Kamara, táncos és dobos barátainak műsorából. Nagyszabású esemény keretében az idei esztendő terveiről elhangzott, hogy az AHU szeretné folytatni a korábban megkezdett humanitárius missziók szervezését, üzleti kapcsolatok bővítését a fekete kontinensen. Átadták a Szerencsi mentőállomást január 12-én. Az Európai Unió által finanszírozott projekt során korszerűsítették az intézményt. Dr. Breitenbach Géza, az Országos Mentőszolgálat, Észak-Magyarországi Régió regionális igazgatója úgy fogalmazott, azt a célt tűzték ki, hogy a mentőautók kivonulása meggyorsuljon és a betegekhez gyorsabban érkezzen meg a segítség. Korábban nehéz vaskapuk álltak a Szerencsi mentőállomás udvarán, amiket csak nehezen tudtak kinyitni a mentők, most azonban automata kapukra cserélték a régieket. A fejlesztési projekthez hozzátartozott a külső szigetelés, kicserélték a nyílászárókat, megújult a kazán, korszerűsítették a közösségi helyiségeket és a vizes blokkokat, az energiaellátás egy részét pedig tetőre szerelhető napkollektorok biztosítják. Dr. Breitenbach Géza, az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországi Régió regionális igazgatója szerint szükség volt erre a fejlesztésre, de még mindig vannak hiányosságok. Egy TIA projekt keretében újult meg a Szerencsi mentőállomás. Ez országosan ez egy 11 milliárdos összeg volt. A Szerencsi mentőállomás ebből 47 millió forint jutott. Ez a pénz talán 11 milliárdhoz képest nagyon kicsi, de ezt tudni kell, hogy itt országosan nagyon sok minden történt ebből. 60 mentőállomás újult meg, úgymond dinamizáltuk ezeket a mentőállomásokat. 22 új mentőállomást építettünk, több mint 200 mentőautót szereztünk be ebből a pénzből. Megújult az országban mindenhol a mentés irányítási rendszer, tehát egy nagyon komoly megújulás történt a mentők életében az elmúlt időszakban. A dinamizáláshoz hozzátartozik az, hogy például a mentőautó napközben 1 percen belül, illetve éjszaka 2 percen belül ki tudjon vonulni. Nos, régen ezek a kapuk, amiket itt mögöttem láthatnak is önök, ezek nehézkes, nagy vaskapuk voltak, illetve a kinti kertkapu is nagyon nehezen volt nyitható. Hát ezekkel bizony ezt az időt nem lehet.
lehetett tartani. Most követelmény volt, hogy automata kapuk kerüljenek a garázsokra, ezek itt megtörténtek. A dinamizáláshoz hozzátartozott még az, hogy korszerű energetikai paraméterei legyenek egy mentőállomásnak, így szigetelés történt, nyilázárok cseréje, illetve napelemes fűtés került a mentőállomásra. Az elektromos rendszerrel vannak gondjaink, az elektromos felújítása már nem volt pénz, az udvar felújítására sajnos nem volt pénz, illetve a tetőnek egy szakaszát jó lenne kicserélni, de szerencsére az önkormányzat segítségünkre sietett, illetve siet, hiszen most is az ünnepélyes átadó pillanataiban polgármester úr kifejtette azt a véleményét, hogy mihelyt eljön a jó idő, akkor fog nekünk segíteni, és például az udvar térburkolattal lesz ellátva majd a tavasz folyamán. Tehát az önkormányzat segítségével fog ez teljesen véglegessé válni, ez a felújítás. Koncz Ferenc, a város polgármestere kiemelte, hogy sajnos a magyar egészségügyre, ezen belül is a mentőállomásokra jellemző a korszerűtlenség, amin változtatni kellene. A település vezetője hangsúlyozta, hogy az önkormányzat kiáll a mentőállomás felújítása mellett, és amiben tud segíteni azért, hogy a hiányosságokat orvosolhassák. Dr. Bobkó Géza, a Szerencsi Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa is szívén viseli a helyi mentősök sorsát, ezért felajánlott 100 000 forintot, amit a Szűcs András mentőállomás vezetőnek adott át. Ezt a Szerencsi Rendelőintézet főorvosa, Bobkó Géza főorvos úr ajánlotta fel, és hát ezt is természetesen a mentőállomás korszerűsítésére fogjuk fordítani. Majd összeírjuk, hogy mi a ami legfontosabb, amire szükségünk lenne, és akkor majd ezeket fogjuk pótolni belőle. Nyilván egy felújított, újszerű mentőállomáson jobban érzi magát az ember munka közben is. Nekünk gyakorlatilag ez a második otthonunk, tehát az életünk nagy részét itt töltjük, és azért egy komfortosabb, szebb környezetben jobban telik az idő, és jobban érzi magát az ember. A Szerencsi mentőállomás fejlesztését 2015 tavaszán kezdték el, mostanra kicserélték a nyílászárókat, és automatizált kaput építettek be azért, hogy riasztáskor egy percen belül szolgálatba léphessenek a mentősök. A korszerűsítés ezzel még nem ért véget, hiszen tavasszal tovább folytatódnak a munkálatok. A tervek szerint a tetőt is lecserélik, rendbe teszik az udvart, térköveket raknak le, és a 21. századnak megfelelő bútorokkal látják el az intézményt. A Monokon élő Kertész Sándor Istvánnak novemberben elhunyt a felesége és egyedül maradt 7 kicsi lányával. A család azóta is várja a jóérzésű emberek adományait. Barna Barnabás, mulatós énekes felfigyelt a szegény sorsú családra, és úgy döntött, januári koncertjének bevételét felajánlja a monoki családnak. Tragikus esemény történt Monokon, Kertész Sándor István és gyermekei életében. A család fő felesége tavaly novemberi napon hirtelen rosszul lett, majd a földre rogyott és elhunyt. Az édesapa így egyedül maradt 7 kicsi árvalánnyal. A kétségbe esett, nehéz körülmények között élő édesapa a nehéz időszakban televíziónktól kért segítséget. Azóta több gyűjtést kezdeményeztek, és a kilátástalan helyzetbe került családnak ruhákat, tartós élelmiszereket, használati tárgyakat, játékokat küldtek. Volt olyan is, aki Kertész Sándor számla számára pénzt is átutalt. Barna Barnabás, mulatós énekes is felfigyelt az esetre, és úgy döntött, hogy a januári koncertjéből befolyó összeget felajánlja a rendkívül nehéz feltételek között élő monoki családnak. Az előadó művészt 2014-ben a borsodi Kiscsécs-Roma Nemzetiségi Önkormányzat hercegé avatta a falu lakosságáért végzett kiemelkedő közösségi és jótékonysági munkájáért. Barna Barnabás már számos alkalommal segített a rászorulókon. Szerinte, ha az ember megteheti, akkor nyújtson segítőkezet a másiknak. Jelen 23-án a Szerencsi Sportcsarnokban egy jótékonysági koncertet, ami egybekötött egy nyilvános televízió felvételen is. Ez egy monoki családnak lesz segítség, a Kertész családnak. Lényegében egy komplet családnak azért akarunk segíteni, hogy azok a anyagi feltétel, a lakás, vagyis az otthon teremtés, az teljesen meglegyen, gyerekeknek szoktunk segíteni. Szóval pont nekik lesz a segítség, és a jótékonyság is pont nekik lesz ezt csinálva. Elég sok embernek és elég sok falonak segítettünk, most ők rájuk esett a választás, mert szerintem ezt ők érdemlik meg, és ők vannak legjobban rászorulva. Én inkább gyerekpárti vagyok, jobban gyerekeken szoktam segíteni. Most saját magamból nekem volt egy 5 éves kislány, aki meghalt. Családnak is szoktunk, óvodáknak is szoktunk. Szóval nincs az, hogy milyen gyakran, inkább azt mondunk, hogy
aki megérdemli, annak szoktunk segíteni. Annak a család, aki rá van szorulva, annak muszáj segíteni. A tervek szerint Barna Barnabás január 23-án tart jótékonysági koncertet a Szerencsi Kulcsaranita sportcsarnokban. A mulatós herceg arra biztatja az embereket, hogy aki tud és szeretne segíteni a Kertés családnak, az menjen el a koncertjére, hiszen nem csak Kertés Sándor, hanem a kicsik is megérdemlik azt, hogy jó körülmények között nőjenek fel. Mit tegyek, hogy megmutassam, hogy az én szívem is ugyanúgy dobban, ha nem is hiszik mások, belül érdek s felkiáltok. Az ország legmagasabb pontján, Kékestetőn már elkezdődött a síszezon. A Mátra panorámáját rengetegen megcsodálták január 9-én, ugyanis a turisztikai látványosság számos lehetőséget nyújt a téli sportok kedvelőinek. Kielhették síelési vágyaikat a téli mozgásformák kedvelői hazánk második leghosszabb lesiklópályáján, ami a Kékestetőről indul. Az 1,8 km hosszú lejtőn nem csak a felnőttek, hanem a kisebbek is kipróbálhatták magukat, ugyanis 2007-től profi síiskola működik az 1014 méteres hegyen. Kékestető rendelkezik Magyarország leghosszabb sípályájával, 1860 méter a kőtől a Veronika rétig tartó kék pályánk. Ez sajnos csak akkor működik teljes hosszában, ha legalább 30-50 centi természetes hó esik, mert a hóágyúzott rész viszont 860 méter, tehát 860 méteren van gyakorlatilag három pályánk, egy kis gyerekpálya, egy úgynevezett köteles húzós, itt állunk most, mögöttünk már látjuk a csákányos pályának a tetejét, a kilépőjét, és középen pedig a hedóbár alatt ott található egy kis tányéros. Ez a tanulóknak nagyon fontos és jó pálya. Jelen pillanatban szakaszosan nyitjuk meg lefelé a pályát, hiszen nem esett annyi természetes hó, hogy mindenhol kiváló minőséget tudtuk volna produkálni, így most 550 méteren lehet sízni Kékestetőn. Elsősorban mi ugye sípálya vagyunk, ez alól kivétel volt december, január első három napja, amikor Magyarország legnagyobb szánkópályája üzemelt itt a déli oldalon. Ez egy egyébként tökéletesen nyugati pálya, de délinek hívja a népnyelv, aztán mi is vagyunk most már délnél, mert nem indítottuk be a felvonókat, akkor a hó nem volt, viszont 600 méteren lehetett szánkózni. Itt elsősorban mi a sízőket várjuk Kékestetőre, ilyenkor télen, tavasztól, őszig, őszvégéig, a mountain bike-osokat, a bringásokat, az ő paradicsomuk, és hát a túrázókat, mert hát Magyarország legmagasabb pontja ez gyakorlatilag, ilyenkor télen is jó járható erdei utak vannak itt a Mátrában, akár Kékestetőre is az edzettek bármikor föl tudnak jönni. Kékestető, azt hiszem, hogy nagyon sokak fejében és emlékeiben az egyik klasszikus és első tanulópálya. Ez a mai napig így van, hiszen a Kékestető déli pálya, amiről beszélünk, egy szép, hosszú, folyamatos, széles, mindenféle akadály nélküli kék tanulópálya. Nagyon sokan tanulnak itt, a Síakadémia oktatói naponta több tucat ember tanítanak meg. Februárban pedig, amikor jönnek az iskolai csoportok, hát én azt hiszem, hogy naponta több száz gyerek van a pályán. Kifejezetten ilyen iskolai csoportokat szervezünk Kékestetőre. Főleg Kékestető és környéke 50 kilométeres körzetéből jönnek, de most van újdonságunk, hiszen nemrégiben Kékestető főső kúpját, ahol a gyerekpályák is vannak, gyógyhelyé nyilvánították, ami azt jelenti, hogy itt bizonyítottan és mérten a levegő minősége az év 365 napjából 360 napon keresztül zseniális, nagyon jó. Főleg légzésszervi betegségben szenvedő gyerekeket várunk ide, akár túraszerűen 5 napon keresztül. Ezt a Mátrai Gyógykórházzal közösen szervezzük. A szülők főként azért viszik a gyerekeket a magaslatra és iratják be oktatásra, hogy a kicsik tartozzanak egy közösséghez és életük részévé váljon a téli sport. Hát a két kicsi csemetét eddig még csak hógolyózni hoztuk el, meg szánkózni, most idén vannak először síléten, és a páromnak a zikerlányai, ők idősebbek, 15 évesek, velük gyakran jöttünk síhelni négyesben. A pálya nagyon klassz, általában jó minőségű, van, hogy csak ez az első szakasz van nyitva, van, hogy egész hosszan nyitva van, az nyilván kényelmesebb olyan szempontból, hogy hosszabban lehet egyben síjelni.
Én 6 éves voltam, amikor engem a szüleim elvittek, és én megtanultam. Én azóta gyakorlatilag síelek több-kevesebb kihagyással. A párom ő később kezdte, 30 éves kor fölött, és mind a ketten úgy láttuk, hogy jobban járnának a kicsik, ha nem várnák meg a 30 éves kort. A síelés mellett a pályák kiválóan alkalmasak snowboardozásra is. A síoktató központban nem csak a gyakorlott, hanem a tanulni vágyó kezdők is megtalálhatják a saját tudásuknak megfelelő csoportot. Volt, aki először lépett a sílészre, hogy elsajátítsa a különleges sportot. Veresegyház, mert erdőkeletben lakok, és így a barátom családjával jöttem síelni, és megtanulni. Én most vagyok először, de majd egy hét múlva megyünk ki külföldre síelni. Kékestetőn nem csak sportolni, de pihenni, kirándulni, felfrissülni és energiával feltöltődni is lehet. A gyakorlottabb téli sportot űzők rendszeresen járnak a Mátra legmagasabb pontjára. Nagyon sokat járunk ide a Kékesre. Az egyik legjobb sípálya, ha az én véleményem szerint, nagyon családbarát, lankás, és itt tanultunk síelni. Sokat járunk vissza, egy fájdalmunk van, hogy sajnos nem nincs megnyitva végig a pálya, de azt gondolom, hogy minden kezdő síelőnek ez egy kiváló lehetőség arra, hogy élvezze a tél örömeit, a jó levegőt, ezt a síelési sport, azt gondolom, hogy ez a sport a legjobb. Tehát az, hogy szabad vagy, kint vagy, jó levegőn vagy, télen, és főleg így Mákos Begli után. Az egyedülálló hegyvidéki panoráma még az idősebbeket is felcsábítja a hegy tetejére, és arra készteti őket, hogy előkapják a sílécet, és adrenalinnal töltve lecsúszanak a havas pályákon. Most vagyok 65, és mindenkinek ajánlom, aki még nem próbálta a sízést, az egyik legszebb és legsokoldalú mozgás és sporttevékenység, amit kortalanul is meg lehet bármikor tanulni. Én világéletben szeretem a mozgást, egy pár dolgot művelek a mai napig is, például windsurf, korcsolya, legkülönfélebb dolgok, úszás módjával, kerékpározás, tehát minden csak ilyen amatőr és hobbi szinten, de ebbe a sírés belefér, és így télen tudok mit kezdeni magammal. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember nem otthon ül és a sorozatokat nézi, vagy valami egyéb marhaságot, hanem mozog ki, van a jó levegőn, és ez minden szempontból hasznos. A szánkózni vágyóknak is van alkalmuk a szórakozással egybekötött sportot űzni, viszont gyakran helytelenül és balesetveszélyesen a sípályákat veszik igénybe. A hegyen kialakított szánkópálya azonban biztonságos lehetőséget kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt a téli mozgásra. Kékestető számos szolgáltatást nyújt a nagycsaládosoknak, ami nem csak a magyarok, hanem a külföldi vendégek körében is népszerű. Akik a téli időszakban ki szeretnének szakadni a szürke hétköznapokból, a mindennapi zajból, zsúfoltságból, azoknak tökéletes választás a hófehér természet Mátra festői szépségű csúcsán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint 2016. január 1-től tilos a kutyákat kikötve tartani. Ez az új rendelkezés nem azt jelenti, hogy az ebeket ettől az évtől kezdve nem lehet láncon tartani, hanem napi néhány órát sétáltatni kell, játszani, foglalkozni szükséges a négylábúakkal. Az ember barátja és olykor a társa is a kutya. A négylábú kedves kis szőrgombócokat 10-15 évre vásároljuk, vagy éppen fogadjuk családunkba. A probléma azonban itt kezdődik, hiszen nem mindenki veszi figyelembe ezt, valamint az ebek szükségleteit, és nem megfelelően tartja azokat. Az állatok helytelen tartása mellett több ebb került életveszélyes helyzetbe, gyakran a helyszínre érkező állatvédők, szakemberek már nem tudták megmenteni a láncon tartottak életét. A döntéshozók az elszaporodott állatkínzások miatt úgy határoztak, hogy az állatvédelmi törvényben szabályozzák a kutyák láncon tartását. Az állatorvosok üdvözlik a rendeletet, azonban szeretnék a kisházi kedvencek tulajdonosaiban a tévhitet eloszlatni a megkötéssel kapcsolatban. Nagyon fontos azt tudni az embereknek, hogy itt nem arról van szó, hogy most minden kutyát el kell engedni a láncról. Arról van szó, hogy az állat számára, még ha láncon is tartjuk, tudjuk, hogy a mai magyar viszonyok között rengeteg állatot tartanak a gazdik láncon.
Az okok az, hogy nincsen kerítés, az állat nincsen ivartalanítva, tüzelési időszakban elszökik otthonról. Ezek tényleg más módon nem oldhatók meg. A törvénynek a lényege, hogy tartósan nem szabad állatot láncra verve tartani, tehát ha minden gazdi megteszi azt minden nap, hogy megsétáltatja az állatot, biztosítja számára azt a mozgást, amire neki szüksége van, labdázik, játszik vele, akkor utána nyugodtan visszakötheti a láncra, hiszen a törvény úgy szól, hogy tartósan. Tehát ha elengedjük, akkor utána vissza is lehet odarakni. A törvényben van egyébként egy másik nagyon-nagyon fontos rendelkezés, hogy ennek a láncnak nem szabad 8 méternél rövidebbnek lenni. Mert tudjuk azt, ha belegondolunk, hogy egy 8 méteres lánc elég nagy mozgás lehetőséget biztosít a kutya számára, pláne akkor, ha még egy hosszú futó drót is van hozzá. Az új rendelkezés idén január 1-től vezették be, amely már most érezteti hatását. A szabályozás leginkább a vidéki kisvárosokat érinti, több kis településen Tanyán élő jelezte a helyi gyepmesternek, hogy az új feltételek mellett nem tudják megtartani a kutyusokat, azonban ettől az állatorvos óva inti a tulajdonosokat. A gond az, amit mindnyájan látunk, hogy a kutyus soha nincs elengedve, a lánc vagy a nyakör belenő a nyakába, tehát emiatt született meg ez a törvény, illetve van egy másfél méteres lánc, ami még ráadásul rá is csavarodik arra a póznára, ahol szerencsétlen állat van, és nem tud normálisan mozogni, enni, inni, nem tud például bemenni az órájában, tehát ez az igazi probléma. Nagyon kérünk mindenkit, mint állatorvos, mint ember és mint állatvédő is kérek mindenkit, hogy ne ijedjen meg, nem fogják meg büntetni, tartsa be azt a megfelelő szabályt saját lelkiismerete szerint, hogy elengedi a kutyát a láncról, és nem szabad, hogy szélne keresszék ezeket a kutyákat, mert az senkinek nem lesz jó, sem az állatnak, a menhelyek szinte folyamatosan telve vannak, és ezeknek az állatoknak akár az élete végét is jelentheti egy baleset, vagy mondom ezt, hogy elengedik az utcára. A gazdik sokszor nem tudják eldönteni azt, hogy milyen célból vásárolják meg, fogadják be családjukba az ebeket, amely gyakran a probléma forrását is eredményezheti. Nagyon sokszor emberek fejében nem tud eldőlni az, hogy milyen céllal vásárolják meg a kutyát. Azt tudom mondani, hogy manapság háromféle cél van, amiért megveszük a kutyát. A első és talán legfontosabb az, hogy a kutya, mióta az ember mellé csapódott, őrizze a vagyonát és őrizze őt. Másodszorban sport cél, harmadszorban társként vásároljuk meg a mostani kutyákat. A rendelet ott okozza a legnagyobb gondot, ahol a tulajdonosok nem rendelkeznek a házuk körül kerítésével, vagy nem készítettek megfelelő méretű kennelt házi kedvenceiknek. Azt szoktam mondani, hogy a láncra kikötött kutyák a territoriális védelem érdekében mindent el fognak követni, hogy igenis azt a 5-6-8 méteres lánc területet, amire őt kikötötték, megvédjék. Gondoljunk csak arra, ha egy embert bezárnak egy szűk helyiségbe, és ott hosszú időn keresztül egyedül lesz, kicsit magába fog fordulni. Sajnos ez a kutyáknál valóban így van. Általában az van, hogy azok a kutyák, amelyeket láncra kötnek, harapósak. Vagy azt szeretnénk, hogy harapósak legyenek, tehát védjék, őrizzék a portánkat, őrizzék az értékeinket. Ezek a kutyák általában ahhoz vannak hozzászokva, hogy 5-6-10 méteren belül mozogjanak. Nagy valószínűség szerint, ha megérzik a szabadság ízét, az bizony ezek el fognak menni az udvarról. Nincs rá szükség, hiszen az én tapasztalatom szerint azok a kutyák, például tanyaőrző kutyák, akik folyamatosan a láncon vannak, és hosszú távon tervez velük a gazda, hogy őrizze a vagyont, őrizze az értékek. Ezeket a kutyákat általában napközben láncon tartják, vagy zárva tartják, és éjszakára ezek a kutyák általában el vannak engedve. Bízom abba, hogy az emberek ezt a törvényt, illetve rendeletet megpróbálják betartani, de minden rendelet, minden törvény annyit ér, amennyit be tudunk belőle tartatni. A Magyar Ebbtenyésztők Tokaj-Hegyaljai Egyesület elnöke szerint az új rendelkezés nehezen betartható és ellenőrizhető, hiszen vannak olyan élethelyzetek, olyan fajták, amelyeket biztonsági okokból szükséges volt láncon tartani egy-egy komolyabb baleset elkerülése érdekében. Az állatoknak a láncon tartásának, én úgy gondolom, hogy Magyarországon egy hagyománya vagy valamilyen jellegű kultúrája is van, hiszen ez beleépült a mindennapjainkban, az embereknek a mindennapi életébe hozzátartozik. Hozzátartozik ugye egyrészt azért, mert vannak különböző félefajta telephelyek, bárhol, ahol az őrkutyák mondjuk futóláncon vagy láncra vannak kötve, illetőleg fontos azt is megjegyezni, hogy vannak olyan kutyafajták nálunk Magyarországon, magyar kutyák, a kuvasz vagy a komondor, amik kifejezetten területőrzésre lettek kitenyésztve. Na most a területőrzéshez, ugye a tanyavilágban ott nincsenek kerítések, nincsenek határok, ezért ezek a kutyáknak az ősidők óta az a feladatuk,
hogy ugye a jószágot, családot nem bántani, tanyát megőrizni, ami úgy valósult meg, hogy nappalra nagy valószínűséggel láncra kötötték őket, éjszakára pedig elengedték. Természetesen itt is voltak olyan kutyák, amiket nem lehetett ugye éjszakára se szabadon engedni. Ez azért, hogy ne tegyenek kárt mondjuk az ott lévő vadállományban, vagy amelyik nem tudott úgy megbékélni a jószágokkal, igen, hát azt sajnos tartósan láncon tartották. De gyakorlatban ez a szabályozás, vagy ez a rendelet, ez a hétköznapi életben nagyon nehezen betartható, és nagyon nehezen ellenőrizhető. Pontosan amiatt, mert hogy ha ki fogja ezt ellenőrizni, ha valaki kimegy, leellenőrzik, láncon van a kutya, akkor gyakorlatilag elég, hogyha annyit mond, hogy ő azt éjszakára elengedi, ezt senki nem fogja tudni megfelelően ellenőrizni. Még egyszer van, tehát ez nem azt jelenti, hogy én annyira korteskednék a láncon való tartás mellett, hanem ez azt jelenti, hogy valóban adódhatnak a hétköznapi életben olyan esetek, amikor elengedhetetlen az, hogy a kutyánkat láncon tartjuk. Az ebtenyésztő teljes mértékben elítéli azt, hogy egy állatot egész életében láncon tartsanak, hiszen ezzel a cselekedettel mind fizikailag, mind mentálisan is tönkretehetjük a négylábúakat. Szülőként vagyunk felelősek azért, hogy a gyerekeinket úgy neveljük föl, hogy az állatokkal megfelelően bánjanak, vagy mint ahogy Kis Herceg könyve van, azt hiszem leírva, hogy egyszer és mindenkorra felelősek vagyunk azért, amit megszelédítettünk. Tehát ez a lényeg, hogy az állattartás az törvénnyel nem kikényszeríthető, az nem azért kell egy állattal felelősségteljesen bánni, mert a törvénynek a szigorától kellene tartanunk, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy az állatoknak a szeretet a szívből kell, hogy jöjjön bármilyen embernél. A gesztei Orosz Mónika is örömét fejezte ki, hogy idén januárban hatályba lépett az új rendelet, hiszen neki is van két kutyája, amiket soha nem kötött ki az udvarán. Nekem is van két kutyám, két keverék. Mi soha nem tartottuk őket láncon, és azt jó ötletnek tartom, hogy ne is tartsák az emberek folyamatosan láncra kötve a kutyákat. Mondjuk más kérdés az, hogy ezeket a vagy ezt a rendeletet mennyire fogják tudni betartatni az emberekkel, ezt folyamatosan ellenőrizni, tehát ez az ellenőrzés, ez hogyan valósítható meg. A szabályozás szerint az, aki vét a rendelet ellen, állatvédelmi bírságot fizethet, de nem követ el bűncselekményt. A probléma esetén nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesíteni. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hiányosságok javítására kötelezhetőek a gazdák. Tehát csak akkor legyünk állattartók, ha felelősséget vállalunk 10-15 éven keresztül a legjobb barátunk iránt, és jó körülmények között szeretetben neveljük, alakítjuk, formáljuk, jó példát mutatva a társadalomnak, gyermekeinknek is. Másfél kilométer hosszú kerékpárút épült Tokaj és Tarcal között. Jelenleg Tokaj középhatáráig épült meg a Magyar Közút Nonprofit ZRT maradványpénzéből, így a város pénzében nem került az új beruházás. Hazánkban egyedülálló kerékpárút hálózat kialakítását tervezi Posta György Tokaj város polgármestere. A Tokaj és Tarcal közötti bicikliút korszerűsítését 2015. októberében kezdték el. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, a biztonságos közlekedés, valamint a turizmus fellendítése. Az elmúlt években Magyarországon folyamatosan növekedett a kétkerekűvel közlekedők száma, ezért a település vezetője abban bízik, hogy idővel az idegenforgalom ebbe az irányba fog fejlődni, és Tarccal, Bodrog keresztúr, valamint Tokaj segítségével a hegyet megkerülve kialakul egy hálózat. Ez egy lépés annak érdekében, hogy tényleg kiépülhessen nem csak Tokaj és Tarccal fele, hanem Nyíregyháza és Tokaj között a kerékpárút, és azt kell tudni erről a kerékpárútról, hogy egy közutas maradványpénzből készült el, négy szakasz épült meg, ebből három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és egy pedig Borsodabó-Zemplén megyében, Tokaj és Tarccal között. Amit tudni kell erről a projektről, hogy Nyírtelek közik határában egy 2 kilométeres szakasz épült meg, Tiszanagyfalu és Rakamasz között pedig közel 4 kilométer épült meg. Ez a három szakasz épült Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben, és itt Tokajban 1,5 kilométer Tokaj közik határáig épült meg ebből az úgynevezett maradványpénzből, ami azért is volt számunkra fontos, mert ez a városnak egy fél évében nem került. Igazából csak arra volt szükség, hogy fölmérjük annak a lehetőségét, meg az esélyét, hogy tudunk ebben pályázni, tudjuk-e vállalni azokat a feltételeket, amit a pályázat kiíráskor megfogalmaztak, de úgy ítéltük meg, hogy ez nagyon fontos ez a kerékpárút, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jövőben a turizmus ebbe az irányba fog fejlődni, és ez egy lépés ahhoz, hogy Tarccal,
Bodrogkeresztül és Tokaj viszonylatában a hegyet megkerülve kiépülhessen egy úgynevezett a hegyet körbevevő kerékpárút hálózat. Ennek egy első lépése ez a Tokajban megvalósult 1,5 kilométer, és bízunk benne, hogy sikerül megvalósítani azt a három településnek azt a vágyát, hogy ez a kerékpárút ez körbe vezethessen a hegyen, és ugye csatlakozik majd ahhoz a Orbán Viktor által december 10-én bejelentett hatalmas projektnek, ami ugye megépíti majd Nyíregyháza és Tokaj között a kerékpárutat. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog. Ennek ugye már elkészült három szakasza. Ha ez megépül, akkor azt gondolom, hogy olyan kerékpárút hálózat fog létrejönni ezen a északkelet Magyarországon, ami egyedülálló. Ugye Nyíregyházáról ki lehet beszélni biztonsági körülmények között Tokajba. Az új beruházásnak köszönhetően a gépjárművektől külön választott útvonalon a bringázók nagyobb biztonságban közlekedhetnek a forgalomtól távolabb, az aszfaltra felfestett, élénk sárga színű útburkolati jelekkel elválasztott szakaszokon. A tokaiak örülnek a fejlesztésnek, szerintük érdemes lenne több hasonló utat is kialakítani a településen. Mi még most nem voltunk ott, de amúgy nagy biciklisek vagyunk egyébként. Fiatalabb korban természetesen kilométereket. Volt olyan, amikor a sógornőmet föl se hívtuk, Égricibe lakott, tehát Leninváros, mármint Tiszaújváros most már, ugye. És föl se hívtuk szándékosan, hogy meglepinek gondoltuk, felültünk a biciklire, és úgy voltunk vele, ha nincs otthon, akkor visszajövünk. Tehát minket nem zavar kilométer. Vegyük alapul Rakamaszt, oda is elég gyakran átmegyünk, már a horgászengedély miatt is, meg egy-két apróság miatt, nem ártana oda se. Bárhova. Indokolt, igen. Indokolt, mert itt is kellemesebb itt jönni, mint a kocsik között. Nem? Szerintem. Igen. Az egyik tokai férfi úgy véli, ideje volt a fejlesztésnek, hiszen sokan biciklivel járnak nap mint nap iskolába, munkába, vagy csak egyszerűen kikapcsolódni. Fontos, mert nagy a forgalom, és a kerékpárosok mindenképpen veszélybe vannak. Most kár, hogy csak a félútig jutottunk el, de hát reméljük, hogy tartalmi önkormányzat is belehúz egy kicsit, és körbe tudjuk kerékpározni a hegyet, amit eddig többször, évenként többször megtesszük. És ebből adódóan tudjuk azt, hogy a város belterületén az öregek otthonái nagyon rossz a kerékpárút. Tehát olyan, hogyha esős időszakban, ott nem mer az ember elmenni kerékpár, gyalog sem, mert nem lehet tudni, hogy mekkora kátyú van a víz alatt. Ez a rész, ha meg lenne, meg Tokaj és Bodrogkeresztúr úr közötti rész, ott meg nagyon kanyargós és keskeny az út, pedig ott is járnak sokan kerékpárra, akkor körbe tudnánk járni az egész hegyet. Úgyhogy ez mindenképpen előremutató lenne. Posta György, a település polgármestere úgy véli, hogy rendkívül fontos ez a fejlesztés a helyiek szempontjából, ugyanis ez egy lépés afelé, hogy kiépülhessen Nyíregyháza és Tokaj között egy kerékpárút. A tervek szerint előreláthatólag idén, december 15-én fejezik be a munkálatokat. Donkanyari gyászos csatában elesett hősi halált halt katonákra emlékeztek január 12-én a mezőzombori békekertben. Az eseményen Csepej Krisztina idézte fel a 73 évvel ezelőtti szomorú eseményeket. Ezután Kovács Lili és Glonci Georgina szavalta el Sík Sándor Te Deum című versét, majd Radó Béla polgármester lépett a mikrofonhoz. A szónok beszédében kiemelte, hogy emlékeznünk kell múltunkra, azokra a fiatal erejük teljében lévő férfiakra, akik a Donkanyarnál harcoltak, éhezve és fázva hazájuk, gyermekeik, hozzátartozóik védelmében. A II. Világháború idején 1943-ban a szovjet vörös hadsereg napok alatt szinte teljesen megsemmisítette a 200 ezres II. Magyar hadsereget. A katonák mind ott maradtak a mínusz 40 fokos hidegben, a fedezékek, hófalai között megfelelő téli ruha és felszerelés nélkül, tette hozzá Radó Béla. A beszédben az is elhangzott, hogy a szerencsésebbeknek sikerült hazaszökniük, leküzdötték, gyalog a több ezer kilométert, azonban több százan voltak azok, akiket évtizedekig hazavárt szerető feleségük és gyerekük. Gál Istvánné, Éva néni ismeretlen szerzőtől adta elő az Emlékezés című verset. Az ünnepi gondolatok után a mezőzombori balassi népdalkör az alkalomhoz illő dallamokkal emlékezett az áldozatokra. Meghaltatok a vérben, kívül.
Az énekkar után Horváth Jennifer mondta el Nagy Bálint versét. A Donkanyar áldozatainak emlékére rendezett eseményen elsőként a polgármester, a képviselőtestület tagjai, intézményvezetők, majd a jelenlévők helyezték el az emlékezés gyertyáit tisztelgésül a hősi halottak emléke előtt mezőzomboron. Országszerte tartottak megemlékezéseket a Doni áttörés 73. évfordulója alkalmából. A Donkanyar áldozataira Bekecsen a polgármesteri hivatal előtti II. Világháborús hősök emlékműjénél is emlékeztek január 12-én. A II. Világháború idején 1943-ban a szovjet vörös hadsereg napok alatt szinte teljesen megsemmisítette a 200.000-es II. Magyar hadsereget. Bodnár László, a település polgármestere felidézte a gyászos eseményeket. A község vezetője szerint fontos legalább egy napot az elesett, példamutató magyar áldozatoknak szentelni, hiszen a harcokban a csapatok emberfeletti hősiességről tettek tanúbizonyságot, lőszer, élelem és fegyver nélkül. A köszöntő beszéd után a helyi általános iskola diákjai mondtak verset. A megemlékezésen Kocsis Sándor római katolikus plébános, Szabó Roland görög katolikus parókus, valamint Estók István református lelkipásztor imádkozott és rótta le kegyeletét a II. Világháborús hősök emléktáblája előtt. Ezt követően a szépkorúak zenés műsort adtak elő. Az ünnepi műsor végén a bekecsiek elhelyezték a megemlékezés koszorúját. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci Veszélyjelző és Szolgáltató Iroda tájékoztatása szerint adáskörzetünkben a jövő hét elején erős északi széllel sarkvidéki eredetű légtömeg árasztja el a Kárpát-medencét, napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, az éjszakák pedig csípősek lesznek. Hétfőn és kedden napos idő várható. Szerdán jöhet újabb, de kis mennyiségű hó, átmeneti kis enyhüléssel, majd a hét végére ismét szorít egyet a hideg az időn. A jövő hét végén nagy valószínűséggel visszatér a tél. Reggelre általában mínusz 7 Celsius fokig csökken a hőmérséklet, napközben mínusz 3 fokig melegszik a levegő. A térségben hidegfronti hatásra kell számítani. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti magazin műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb január 24-én várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43 szám, telefonszámunk 47-es körzet 361-156, e-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. A Globo Háttér című műsorban részletesebben hallhatnak beszélgetést Schrigger Györggyel, valamint Weisz Gáborral az áldozatsegítő vonal tevékenységeiről és fontosságáról. Ezt követően Ömböli Nóra, az esküvői kiállítás főszervezője számol be az idei rendezvényről. A műsor végén az életmód percekben Bukovánszki Gábor személyi edző tájékoztat bennünket arról, milyen hibákat követhetünk el edzés alatt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!